Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, méghozzá a Varg vasárnap egy újabb epizódjával jelentkezünk, ugyanis zene intensifies, ugyanis elővettük aktuális a Shadow of Mordor, méghozzá ezért itt, nem ezért, menj innen! Anyád. Szóval azért, mert jön a folytatása, a Shadow of War, amit igazából valahol majd linkelek, de meg is nézhettek, hogy milyen jót beszélgettünk róla. Itt vanni. Szóval, jót beszélgettünk róla, nem vagyunk teljesen egy véleményen Ákossal, de az is igaz, hogy én elég keveset játszottam a Shadow of Mordorral. Méghozzá összvisz, látjátok, 3 óra 30 percet, és mindössze 10%-ban járok a történetben. Én azt hittem, hogy sokkal több. Én azt hittem, hogy sokkal többet játszottam vele, legalább 8 órát, de nem. Na! Hát nem tudom, mennyire vagytok ismerősek ebben a játékban, ez vagyok én. Igen, nem, igazából ez a szellem, ami megszállt engem, az pedig Mordor, viszont ez tényleg jött. Még sosem néztem föl, milyen szép hegyek vannak. Nézzétek már. És ez itt a fekete kapu. Igen, az a fekete kapu. Szóval valahol arra van észak. Arra meg dél, és ott van egy nagy szobor Sauronnak. És nem is látni a szemet innen, hát ez elég csalódás. Vágjunk is bele. Hol egy szalmabála? Nekünk az nem kell, mert velünk van a tündék ereje. Szóval ez vagyok én igazából. Hopp, 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 észrevesznek. Jaj. Majdnem észrevetik minket az orkok. Akit most inkább megölünk. Akiket pontosabban. Nincs különösebb oka, hogy miért. Te miért nem haltál meg? Hogy? Jó. Tehát igazából nincs különösebb ok, hogy mérültük meg őket, le inkább mert megtetjük. Na, szóval. Például eszembe jutott, milyen kéne dolgokat lehet ebben a játékban csinálni, mondjuk ilyet. Ha-ha. És kapjuk ért az XP-t. Viszont már csak ennyi veszünk maradt. Nem tudom, és mennyire ismertek ezt a játékot. Annak idején azzal keltett megrökönyödést, hogy mindenfajta hülyeséget... Valaki észrevett. Szóval mindenfajta hülyeséget aláíratott a youtuberekkel, illetve a kritikusokkal a Warner, csak azért, hogy megkapják a tesztverziót. Ilyen, nem mondhattak csúnyát róla, meg ilyenek, meg a bugokra nem hívhatták fel a figyelmet, miközben a játék maga jó. Tehát igazából teljesen értelmetlen volt ez a hülyéskedés. Na jó. Lássuk, mit lehet csinálni. Ez nem egy videó bemutató, igazából csak kicsit játszunk fel, aztán, hogy felelevenítsük, visszaemlékezzünk arra, hogy milyen ez a rész. De azért nagyjából nem árt tisztában lenni a helyzettel. Itt van Sauron hadsereg, ez a Nemezis rendszernek a középpontja, aminek a lényege, hogy ezek mind élő személyiséggel rendelkező orkok, és hogyha egyszer elvernek minket, hogy mi verjük el őket, akkor utána... emlékezni fognak ránk. Azt mondja, lehet forgatni, de én nem hiszem el. Lehet. Csak nem úgy forog, ahogy gondoltam. Magától mászik. Ez tök jó. Áttotyog. Na jó. Róla például nincsen még intel, de szerintem róla van, hogy mégis... Igen, itt vannak erősségek, gyengeségek. Ő például nem szereti ezeket a karagoszokat, és... Ó! Oh, a távolsági támadásra allergiás. És nincs is tőlünk messze, hogy mi lenne, hogyha... kijelölnénk, hogy őt most megöljük. Miért? Mert megtehetjük. Aztán itt vannak a kardok, a kardunk, az íjunk és a kiskésünk, svájci bicskánk, és ezeken lehetnek cuccok, ezek a cuccok adnak hozzá buffokat, úgyhogy tök jó nekünk. És természetesen van skillfa, ahol skilleket tudunk kioldani. Na, érdekes dolgok vannak itt, úgy látom. Tetszik, hogy így nyitja meg a játék később ezeket a dolgokat. Mindig van értelme a fejlődésnek. Itt például több nyilvesszünk lehet, azt hiszem, lehet ezt meg is veszem, mert
Nem szeretem mindig keresgélni a nyilvesszőket. Hát jó, hogyha utólag nyitja meg, nem pedig az van, hogy jó, akkor mostantól kezdve 5%-kal nagyobbat ütsz, gratulálunk. Na de, ott van az, akit mi ma akarunk verni. Ez ugyanannyira sunyogós játék, mint rohanós. Tehát... ez, azt értem, hogy... amelyikhez éppen kedve van az embernek, leginkább. Viszont teljesen Assassin's Creed-es a dolog. Például most mi megöljük azt a bácsit, mert nem szimpatikus. És mert rabszolgákat tart, ami rossz. Bizony, ez a játék tanít is nekünk dolgokat. Menjetek, szabadok vagytok! Szívesen! Ez kicsit dramatikus elrohanás volt, de... ó, hát ez van. Erre még talán amúgy... jajaja, itt vannak mások is. Akkor... nincs kedvem velük megküzdeni. Viszlát. Remélem ezen a tor... nem ezen a tornyon belül van az a szerencsétlen, akit ma akarunk ölni. Ha őt észrevesznek... jó, nem. Hol van, hol van, hol... most miért vett el tőlem a játék? És miért nincs kijelölve? Escape. Sauron's Army. Na, ki vagy jelölve? Itt vagy? Hol vagy? Nem találok, barátom. Ti látjátok? Vagy lehet, hogy nem is írja ki a játék, csak így meg kell találni? Jó, hát próbáljuk megtalálni. Itt van felettünk? Ó, az lehet. Tehát eleinte én mindig elkezdek sunyogni, aztán utána kiderül, hogy annyira fölösleges volt sunyogni igazából. Hát, hogy azok azok? Nem hiszem. De hogyha mondjuk őt leszedjük, akkor nem vesz észre senki. Hát ez nem jött össze, mert mindenki észrevette. Se baj, őt is. Nem tetszik az arca. Na. Hova mész, barátom? Hova mész ilyen sietve? Ha van idegesítő dolog ebben a játékban, az az, hogy hihetetlen sok ütést kibírnak az ellenségeink. De hogy így nevetséges erőjesen sokat. Lehet, hogy itt van? Ó, nincs nyilam. Na, látjátok, ezért vettem most, hogy mindig legyen nyilam. Most nincs. Hát ne, ő nem a legokosabb ork, maradjunk annyiban. Ja, megvan, mit kell csinálni. Jó. Jó, én voltam a hülye. Én voltam a hülye. Ezt kell csinálni. V. És meg is van. Na, őt kell megölnünk. Igen. Ellene jó a nyíl. A legtöbb ilyen köcsög ellen nem jó a nyíl. De ellene működik, úgyhogy ez mindenképpen öröm. A probléma inkább abból származik, hogy nekünk most nincsen nyilunk. De már szedtünk is fel egy 4-et. Ez talán elég lesz. Próbáljuk meg. Nos igen, ez elég volt. Mondani, hogy jól sikerült a küldetés. Egész jól sikerült a küldetés. Ha már itt vagyok, van itt egy bar... ó, ott van. Onnan fogok én szerezni Intelt, mint a kódban. És így kiválaszthatom, hogy kiről akarok Intelt. Na most, mivel róla nem tudok még, hogy ki fia borja, meg hogy mik a gyengeség erősségei, ezért legyen ő. Ki vagy te és mitől félsz? A bestiáktól és a távolsági támadásoktól. Remek.
Örülök neked. Most már ezt is tudjuk. Egyébként a játék szeret, hogy a questelsz, de nem ragaszkodik túlságosan hozzá. Alapvetően ez egy... Ó, emlékeztem, amikor beszéltük Ágossal, hogy a mindenki szeret virágot gyűjtögetni középföldén? Na, hát erre gondoltunk. Tessék, virágot szedtünk. Ez mit csinál? Ez most olyan dolog, amire én nem vagyok kíváncsi. Ha, igen, virággyűjtést ott jártam, és ott jártam még azon túl, hogy... hogy ez nagyon sandbox. Rengeteg dolgot lehet csinálni benne, és a sztori elhanyagolandó és elhanyagolható benne. És a küldetések, mert most itt van egy küldetés Redbagnek, aki a barátunk, és egy ork, itt meg egy másik, ami a Gollum. De azon túl nagyrészt ezek a piros cuccok, meg a másik fajta cuccok, meg azok vannak. Úgyhogy... itt lehet majd átmenni a második területre, gondolom. Amit még nem jutottunk meg. Meg még ide sem jutottunk el. Na mit csináljunk, srácok? Redbag... Ez nem érdekel. Ezek meg arra jók, ezek a cuccok, hogy tudjuk erősíteni a fegyvereinket. Itt van egy artifact. Na. Nézzük meg az artifactet. Sok értelme nincs amúgy, de... Hát, Istenem. Ez is csak arra való, hogy fejlődjünk. Megint visszajöttek itt az orkok. Hát nem pont az történt, amit szerettem volna. Helyi, nem menj sehova! Azt meg akarta szólaltatni a riasztót, de mi ezt nem engedhetjük. Na, azt hiszem most bele fogunk keveredni egy igazi harcba. Amikor az a rész jön, hogy körbeállnak minket az orkok. És ilyen... Jó, sikerült megúszni. Nem keveredtünk bele. De az a legidegesítőbb, hogy... Elkezdesz harcolni, hogy 15 orkkal. És... Így megjelennek még. És amennyit megölsz, annyi tűnik el. Lő. Annyi tűnik elő még. Ha. Nem találom a cuccot. Valamit meg kell nyomni, azt tudom, hogy átmenjünk Wraith módba. Legalábbis ez a Wraith Vision. Tudjátok, ami mint a filmben a Frodo. Mellesleg nekem még mindig problémám van azzal, hogy ezt az egészet összekössem így a filmmel. Mert nem tudom. Annyira nem gyűrűkurás, mivel nagyon kevés dolgot használ a gyűrűkurából. Tehát oké, hogy például a fekete kapu ott van, de zene... Az nincs. Semmi gyűrűkura zene nincs benne. Ami egyrészt jó, másrészt érdekes. És a rúnák, azokat is. Meg hát úgy nézünk ki, mint Aragorn végül is. De nekem a fejemben ezen áll össze, mint gyűrűk ura. Szóval végül is nem fog zavarni, hogy a következő rész az teljesen szarik az egész gyűrűk uraságra. Ez is valami. Na de, gyorsan kiderítem, hogy mit kell megnyomni. Alt, Shift, X, C, V, V. Meg is van. És azt, hogy a pickup, a control, az hagyd ne mondjam el, hogy mennyire jó döntés volt. Találtunk egy értékes tárgyat, ez egy... Gondori sisak. Ja, memory pontot kell találni. Megvan memory pont. Rámegyünk, gondolom, hogy az, igen. És lejátszuk az emléket. Érdekes. És ezért kaptunk pontot, amit felhasználhatunk különböző dolgokra. Jó, megvan ez a cucc is. És fejlődjünk kicsit. Most kijutottunk egy ilyen izét kioldottunk, ezért meg tudjuk venni, például tudunk dagger dobni, vagy ijesztően gyilkolni, vagy... Ó, ez tök fannak tűnik, az a lényeg, hogy ha
a belelőd a lábába, a nyilat, akkor onta fog ragadni. Ez sem rossz. Bár nem tudom értelme, de biztos, biztos előbb-utóbb lesz. Ezek még nincsenek kioldva, mert mint hogy küldetésileg. Akkor legyen ez. Használjuk is valami rakút. Igen. Ezek az ability-k, ez egy attribute-ok. Mi most azt hiszem ilyet kaptunk. Igen. Na, de most hát tényleg valami, valamit kezdjünk magunkkal, mert ennek így sok értelme nincs. Az micsoda? Ithildin. Ezek is ilyen gyűjtögetődő cuccok, tehát ez a játék tele van ilyen gyűjtögetődő térképes szarsággal. Ezt a Tugok the Guardian-t majd 8-szor próbáltam legyőzni, és még egyszer sem sikerült, úgyhogy jó barátok vagyunk. Legjobbak. Ó, megbosszoltam Jay, nem, halálát, aki nem tudom kicsoda. Vannak ilyenek, múltkor kiírt a játék, hogy az egyik Steam-es ismerősen megbosszult a halálomat. Köszönöm ezúton is, tudom, hogy ő szokott nézni minket. Jó arc vagy. Mondjuk én abból sokat nem profitáltam, de Istenem, nem lesz minden tökéletes. Na jó, ez lesz a confrontation. És ahhoz, hogy ne kelljen sokat csalinkázni térképen, ide festrevöljünk. Confrontation azt hiszem az a nyílt sisakos harc. Nem mondom, nem vagyok benne túlságosan biztos. Most kezdek el így még visszaszokni a dologba. De van olyan is, hogy két orki kiáll egymás ellen, és meg kell próbálni legyőzni a gyengébbet. Most bocs, srácok, nem élek le veletek foglalkozni. Itt jövök, 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 és control, left control, mert mi se lenne egyszerűbb. Jó. Ja, persze, simán, simán legyőzöm. Jöjjön csak nyugodtan. Őha, nagyon ijesztőnek nézni. Hát barátom, én vigyáznék azzal a sapkával. Te vagy ota, ota vagy. És neked mi a gyengeséged amúgy? Mármint, hogy ez így lehet, hogy nem át tudtam megnézni. Ó, oh, itt van. Te kérlek szépen. Hát ez cumi. Szóval félsz mindenfajta bestiától, de... És regenerálódik. Ó, oh, jaj. Stealth finisher lassul be. Ez egyik se túlságosan jó hír. Szóval általában ezek a nyomorultak nem érzékenyek a nyílra. Próbálom leszedni őket, mielőtt még elkezdődne a harc maga. Jó. Jó, oké. Hát a welcoming party az kicsit megfogyatkozott. És igazából, ó, anyád, te rohadék. Aha, jönnek már a többiek is, jönnek a buliba. Bár ez most úgy látom gyorsan meg lesz. És meg is van. Viszlát! Ó, oh, fenébe. A harcrendszer nagyjából úgy működik, mint a Shadow of Mordorban. Mivel ez a Shadow of Mordor. De igazából úgy, mint a Batmanben. Ez most tök menőn végeztem vele. Ilyen se gyakran van. Kaptam XP-t, kaptam M-betűs cuccot. Tehát a Batman. Batman harcrendszer. Tényleg ez, amit a Warner használ minden játékában az utóbbi időben. Hogy... Védekezni kell. Illetve pont, hogy nem kell védekezni. Össze-vissza beszélek, mert közben orkok jönnek rám, hát ne haragudjatok már. Hát Aragorn sem át le pofázni, mikor küzdött az orkok ellen. Tehát... ellentámadás. Mikor megyek a fejük felett a cucc, akkor ellentámadunk. Ó, ott van valami. Van valami apróság. Valami kis esőbesér ott hagyott nekünk az ork. Add ide. Mi ez? Jónak tűnik.
Ó. Jó. Igazából nem rossz a cucc, amit kaptunk. Weapons és a nyílra kaptunk egyet. Most van az egyiken olyan, hogy a headshotok 25%-a többet érnek, és a fókusz lassabban csökken. Viszont most jobbnak tűnik az, hogy visszakapunk 5 életet, amikor megölünk valakit stealthben, vagy csak simán, azt nem tudom. Azt nem olvastam elég figyelmesen, de a lényeg, hogy visszakapunk. Ja, most keresnek minket. Hát, kicsit későn, kicsit elbújtatok, elkéstetek vele. Újjaj, ott felsorakozott a sereg. Igazából mi lenne, hogyha még a videó zárásaként megmutatnám, hogy hogy kell harcolni. Olyan rendesen. Szóval milyen az, amikor így mindenki rád támad. Ami azért is lesz fun, mert hogyha valamelyikük megöl engem, akkor ő belőle tábornok lesz. Úgyhogy esély a tovább lépésre. Nekik. Most volt egy olyan mozdulat, amire mondta Ákos, hogy valószínűleg a trailerekben be van kapcsolva, hogy végtelenítve legyenek ezek a dolgok, ezek a kivégzések. Rendes esetben most ez úgy van, hogyha 8 kombó összegyűlik, akkor tudunk egy ilyet csinálni. Hopp, kaptunk a pofánkba egyet, pedig jól álltunk. Na mindegy. Látható, hogy nagyon látványos a harc. Én legalábbis nem unatkozom. És nagyon brutális is. De nagyjából szerintem ezért lettek orkok az ellenségek, mert őket lehet gyakni. Nem kár értük. Szóval ez alapvetően szórakoztató, amíg nem jönnek megint újabbak. De van, hogy konkrétan az ember fél óráig harcol, mire sikerül mindenkit lebunyóznia, mert oké, hogy ezeket legyőzöm, de jönnek a barátaik, mert mondták neki a többiek, hogy éj, parti van, gyertek, hú, buli, faverok, buli, fanta. Na, van még valaki életben? Hát... Ó, elfogytak a nyilaim, ez kellemetlen. Azt hiszem ennyi volt. Nem tudom, hogy a játék miért hívja Uruk Warrioroknak ezeket a nyomorultakat, mert véletlenül sem urukok. Az urukok azok, amiket Saruman hozott létre, és ezek nem azok. Ezek sima Mordori orkok. Á, mindegy, hagyjuk. Ott a fegede kapu, ez is valami. Ennyivel van ennyi legalább. Hát ez most egy ilyen videó lett igazából, nem vágtam bele semmit, vagyis nem vágtam meg. Jajjaj, ide jön. Ó, hogy rohadnál meg. Úgy gondoltam, hogy jó lesz egy ilyen kis vágatlan videó, hogy lássátok, hogy mégis milyen élményre lehet itt számítani. Jó besztorítottak ezek a szerencsétlenek. Igen, ez továbbra sincs. Ó, pedig kipróbáltam volna az új képességemet. Na mindegy. Nem tudok tényleg mit hozzáfűzni. Nagyjából teljes képet festettem most ezzel arról, hogy miről szól ez a játék. Vannak, egyébként, ami még fontos lehet, az az, hogy érdemes a környezetre nagyon figyelni. Tehát például azt a nyomorúdátot ki lehet onnan szabadítani egy jól irányzott nyillal. Vagy vannak ilyen légyfészkek, vagy micsodák, amik össze-vissza ölik őket. Ó, kéne a te inteled. És meg is szerzem. Az intelt úgy kell megszerezni, hogy, vagyis információt, hogy először is nem öljük meg. Nem mindig pontos ez a játék arra vonatkozóan, hogy mit szeretne, hogy mit csinál, vagyis mit szeretnék, hogy csináljon. Néha nem igazán találja el, hogy mire gondolok. Úgyhogy véletlenül megöltük az intelünket. Mint szegény Marvint a ponyveregényben. Azt hiszem Marvin volt a neve. Úgy, itt egy szörny, futás. Itt vannak a szörnyek! Úristen!
Ójaj, ójaj. Gyorsan, gyorsan, fel, 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 fel. Ó, ó, jaj, ó, szörnyű. Hát nagyon sajnálom. Hoppá, itt van valakit meg lehet ölni. Súnyog, súnyog, súnyog. Aztán meg leszúrja. És viszlát! Nos. Ez volt a Shadow of Mordor. Köszönöm a figyelmet. Nem sokára jelentkezünk a Shadow of War-ral. Talán. Hagyjál már! Hagyjál már élni! Most hogy jöttél fel ide? Jézusom! Őket pont kiszabadított. Mindegy. Hagyjad, hagyjad! Na, ide nem jössz utánam. Nem jössz utánam! Elképesztőek ezek a rohadékok. Nem véletlenül az orkok félnek tőlük. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!